hatalmasakat álmodnak. Debrecenben egy páratlanul komoly gazdaságfejlesztési folyamat zajlik. Ó, Debrecen! Most eladják a jövőnket fillérekért, tehát ki vagyunk árulva. Elárulva és kiárulva. A hagyományos virágkarnevállal ünnepelte Debrecen az államalapítást. A város nagy átalakulás előtt áll. Az évelején helyiek hangosan tiltakoztak az ide települő akkumulátorgyár ellen. A gyerekeinknek teszik tönkre a levegőjét, a földjét és a vizét! Azóta kiderült, hogy nem csak egy, hanem két akkugyár is épül a városban. Most arról kérdeztünk helyieket, hogyan látják Debrecen jövőjét. Szerintem nagyon jó, hogy fejlődik abban, hogy városiasodik. Csak annyi, hogy így a környezetet fogja nagyon elpusztítani. Az egész világon átverik az autósokat és az embereket, csak azt látják, hogy zöld rendszám, és akkor suhan, ugye benzin nélkül. De hogy előtte mennyi kárt csináltak, azt nem számolja senki. Be akarják mesélni nekünk, hogy kevés a vízfelhasználása ennek az akkumulátorgyárnak, és ugyanakkor hozzák vezetéken a Tiszát ide. Sok ember nem tudja, hogy mivel jár az, hogyha gyárat építenek, ők csak munkalehetőséget látnak benne. A jövő iparágairól beszélünk, nincs ok aggodalomra, nem környezetszennyező. Nyilván minden ipari üzemnek, ipari tevékenységnek van környezetterhelése, de környezetszennyező hatása nem lehet. Ezt a magyar jogszabályok és az Európai Uniós jogszabályok is garantálni tudják. Ennek megfelelően járunk el itt Debrecenben a törvény legkomolyabb szigorával, és a hatóságok be fogják tölteni a feladatukat. Amit mondanak, az úgy van. Azt mondjuk, hogy amen, köszönjük szépen, akkor nincs semmi félnivaló. A polgármester azt mondta, hogy minden szabályt be fognak tartani. Ez nem nyugtatja meg ön? Egy csöppet sem, mert ők hozzák a szabályokat. És akkor be tudja tartani, én is be tudném tartani minden közlekedési szabályt, ha rajtam lenne, múlna, hogy mik azok a szabályok. Én hozom a szabályokat, és akkor én betartom ennyi. Mivel mi apartmanoztatunk a férjemmel, ez nekünk nagyon jól jön igazából, mert rengeteg vendégünk van, nagyon sokan keresnek meg munkaügyben, külföldről, belföldről egyaránt. Külföldi munkások is megszállnak esetleg önöknél? Most még nem, de tervezzük a jövőben már szeptembertől is, illetve januártól különböző országokból, igen, akik részt vesznek az autógyár építésében. Azt hogy lehet, hogy a környezet hogy reagál erre, hogyha mondjuk az önök szállás helyén külföldi vendégmunkások szállnak majd meg? Abszolút jól. Tehát nekünk magán szálláshelyeink vannak társasházakban, apartmanok, és szerencsére abszolút pozitív a hozzáállás. Már elnézést kérek, de bejön a rengeteg külföldi munkaerő. Adunk nekik szállást, építünk nekik lakásokat. A magyar fiatalokkal mi van? Nekik nem adunk. Valahogy úgy el vannak nyomva a magyar fiatalok, hogy kedvük legyen elmenni az országból. Idegenek jönnek be. Olcsó munkaerő, gondolom. Túl sok az idegen, és még több várható. És engem ez aggaszt. Jobban örülök neki, hogyha a magyar munkaerőt foglalkoztatna minden egyes gyár itt Magyarországon elsősorban. Ahhoz képest szerintem viszonylag sok külföldi jelent meg ott most Mikepécs környékén is. Mi mikepércsiek vagyunk. A főtéren találkoztam már ázsiaiakkal többször is, furgonokban láttam őket, nyilván beszélgetni nem szoktunk, de tehát hogyha az a kérdés, hogy rendbontás történik-e, vagy bármilyen atrocitás nem, egyelőre nem. Tehát ugyanaz a helyzet, mint Debrecen városában is, hogy szerintem nagyon jól megvannak itt az emberek a külföldiekkel. Hogy a BMW gyár építésénél is vannak külföldi vendégmunkások, de ez egy átmeneti időszak, és amikor a termelés az beindul, akkor elsősorban magyar munkavállalókra fogunk építeni. De ez nem zárja ki azt, hogy külföldi munkavállalók majd a működés fázisában is legyenek. A cél az, hogy a magyar embernek legyen olyan munkahely Debrecenben, amilyet csak szeretne. Látjuk a korábbi működő akkumulátorgyárakban, hogy sok a probléma, és akkor itt ugyanolyan lesz valószínű. Nekünk nyugdíjasoknak már majdnem mindegy, mert mögöttünk az élet, de a felnövekvő nemzedéknek egyáltalán nem mindegy. A környezeti terheléstől nem tartanak? Hát mi nem, de tudom, hogy sokan igen. Nem tudom, én mondom, 8 éve élek itt, és azóta folyamatosan változik és fejlődik a város, tehát valahogy ehhez szoktunk hozzá, hogy igyekszünk felvenni a ritmust. A kínaiak megveszik
Magyarországon egy földterületet nem fog vele foglalkozni, hogy az 20 év múlva vagy 30 év múlva a gyerekeinek lesz-e normális jó vize, azzal ő nem foglalkozik. Nyilván egyre kevesebb embernek jut ideje tüntetése, egyre kevesebb energia jut erre. A véleménynyilvánítás az megvolt, ez, hogy milyen fogadtatásra talált, azt mindenki látja. Sajnos itt tartunk, hogy folytatódnak az építkezések.